nagyon örülök, hogy a Terézmárosi Önkormányzattal létrejött együttműködés keretében megvalósulhatott ez a program, amikor a kerületi diákok megnézhették a darást, ami tulajdonképpen egy olyan fontos témát dolgoz föl, ami a mi kutatásainkból is látszik, hogy nagyban befolyásolja a gyerekeknek a jóllétét és iskolai életét. Azért ez egy elég brutális történet, de ahhoz a részéhez tudok csatlakozni, amikor az embernek vannak olyan eltemetett múltbéli sérelmei, amikkel nem foglalkozik, és akkor azok egy idő után megbosszulják magukat. Mostanában úgy érzem, hogy nagyon sok téma került felszínre, és sok mindenről beszélünk, de nagyon ritka az, hogy valóban el tudjunk mélyedni egy-egy ügyben, vagy témában is, és azt gondolom, hogy ez az előadás ez körbe tudja járni azt, amiről szeretnénk beszélni. 2022 őszén készült egy kortárs bántalmazással kapcsolatos kutatás az UNICEF Magyarországnál, és egy ilyen darab, egy ilyen együttműködés lehetőséget ad arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, megismerjék jobban ennek a működését, hogy válaszokat kapjanak arra, hogy mit lehet tenni, hogy egészen egyszerű, kézzelfogható, gyakorlatban használható módszerekkel gazdagodjanak. Színdarab nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt a témát felvessük a diákoknak, és hogy a színdarab által beszélgessünk a bántalmazásról, és ahhoz is jó lehetőség, hogy akár magyar órán később, mint színházi élmény feldolgozzuk, illetve akár ha van lehetőségünk színház pedagógiai foglalkozáson is részt venni, akkor a diákok jó, hogy erről a témáról egy biztonságos környezetben tudnak beszélni. Tapasztaltam bullyingot régebben az iskolámban, az általános iskolámban, és szerintem az egész ügyben, az ilyen bántalmazásban az a legrosszabb, hogy a bántalmazott az magányos. Könnyen elfeledkezhetünk a társainkról és arról, hogy ott legyünk velük, és hogy hogyan szólunk hozzájuk, és hogy ne azt érezzék, hogy teljesen idegenek vagyunk.